Kertész Sándor a vendégem, Pókember generáció címmel jelent meg legújabb könyve ebben az évben, áprilisban. Szia Sándor, jó estét! Gyakorlatilag, ugye te most itt íróként vagy jelen, de nem is tudom, hogy miként apostrofálnád magad, hiszen ugye tanár, ember, újságíró, író, előadó művész, grafikus, tehát rengeteg dologgal foglalkozol, de hát ugye mindennek a középpontjában, az origójában ott van valahol a művészet, jelesül pedig a képregény. Igazából szerintem ez olyan egy kupac, tehát nem nagyon lehet ebbe ezt külön választani, mert valahol a rajzolásból indult ez a dolog, hogy szerettem rajzolni, aztán itt rajztanár lettem, és aztán én ezzel úgy foglalkoztam, hogy volt egy mániám, egy szerelmem, ez az animáció, a rajzfilm, a képregények, és most pedig hát animációt tanítok egy művészeti iskolában, tehát gyakorlatilag rajzfilmeseket tanítok a szakmára, tehát szakmai ismereteket, meg műfaj ismeretet, műfaj történetet tanítok nekik, és hát mondjam azt, hogy ez nekem egyfajta szórakozás is, tehát nem annyira mondjam azt, hogy munka, mert hogy a szabadidőmben ugyanezzel foglalkozom, kutatom a képregénynek a történetét, hogy kik, mikor, miért csináltak képregényeket, miért jelentek meg, miért maradtak abba, milyen volt a fogadtatása, milyen a közönség ennek az egésznek, és erről írok könyvet. És mivel ugye a könyvkiadáshoz is között volt, van, igen, ezért valahol természetes volt, hogy ezek ugye könyvformájában is megjelennek. Hol kezdődött ez a szerelem? Hány évesen találkoztál az első képregényeddel tulajdonképpen? Gyakorlatilag ennek volt egy nagyon konkrét apropója, mert valamikor, amikor én általános iskolás voltam, akkor még ez nem igazából volt olyan nagy divat, voltak ilyen újságok, amiben voltak képregények, de önálló képregénnyel én nyugati, amerikai vagy európai képregényen találkoztam, és az egyik osztálytársam hozott fel az iskolába egyszer egy ilyen francia PIF újságot, amiben volt egy ilyen Rahan történet, és én akkor nem tudom, valami hatodikos, hetedikes lehettem, és akkor ezt nem akartam elhinni, hogy ez ilyen létezik, tehát hogy ilyeneket lehet rajzolni. És akkor én ugye megszállottan rajzoltam dolgokat, és attól kezdve én azt másoltam. Tehát nekem az volt a mániám, hogy én úgy tudjak rajzolni, mint azok az emberek, akik ezeket a képregényeket csinálták. És akkor fogalmazódott meg bennem, hogy valahol ez az a műfaj, ami igazából érdekelt. És amikor én tényleg elkezdtem ezzel komolyan foglalkozni, és Budapesten megkerestem később, mikor a főiskolás voltam, Zórád Ernőt, aki akkor a legnépszerűbb képregény rajzoló volt, hogy nézze meg a rajzaimat, mondja róla a véleményt, hogy mégis hogy látja ezt az egész kérdést. És egy nagyon diplomatikus úri ember volt, és úgy nagyon finoman kifejtette, hogy még azért ez van mit gyakorolnom ez a dologhoz, de mivel akkor már az újságírással is foglalkoztam, ezért, tehát úgy, hogy már újságíró főiskolára jártam, az öreg Zórád azt mondta, hogy mivel ennek a műfajnak még senki nem dolgozta fel a történetét, én pedig értek a grafikához, tudok rajzolni, értek az újságíráshoz, végül is már az volt már akkor a második szakmám, miért nem kutatom én fel, hogy alakult a magyar képregénynek a története, és gyakorlatilag az ő indítatására kezdtem ezzel az egésszel foglalkozni. Mentem sorra riportokat csinálni, könyvtárakba kutakodni, gyakorlatilag a nulláról lehetett indítani akkor ezt a képregénykutatást, mert semmilyen információ jóformán nem volt, nem nagyon foglalkoztak ezzel. Lehet mondani, hogy ma te vagy Magyarországon a képregény apostola, vagy? Azt nem tudom, de gyakorlatilag, hát magyarul én írtam meg a magyar képregény történetét, mert hogy ami ez a műfajjal kapcsolatban van, az három könyv, az egyik az már nincs, tulajdonképpen mondjam azt, hogy a legelső könyvem az a Szuperhősök Magyarországon volt, az még 91-ben, amikor egy ilyen átfogó első próbálkozás volt, aztán később megírtam egy részletesebb munkát, ez a Komik szocialista áruhában, ez a Jókaitól gyakorlatilag a rendszerváltásig terjedő időszakot mutatta be, ez már elfogyott, összesen van bele két példányom, amire nagyon vigyázom. Erre már nagyon vigyázom. Igen. És aztán most évelején jelent meg ennek a folytatása, a Pókember generáció, ami a rendszerváltástól napjainkig mutatja be a magyar képregény történetét, és ez készült egy kiegészítő kötet is, ez a Jókaitól a Mangáig. Uh-huh. Ebben viszont a két kötetnek az összefoglalója van nagyon röviden
úgymond bemutatva. Tehát a ez legelső, gyakorlatilag egy ilyen kis promóciós jellegű, vagy egy ilyen, kis nem kronológiai áttekintés, tehát gyakorlatilag tényleg néhány mondatban leírom a legfontosabb eseményeket, és képekkel igyekszem alátámasztani, hogy milyen időszakokban, korszakokban milyen képregények jelentek meg Magyarországon. Egész mostanáig eddig az úgynevezett manga, szuperhős áradatig, mániáig, úgyhogy így most elvileg kerek a magyar képregény történetnek a megírása. Ez az elmúlt 30 év összefoglalója tulajdonképpen, mennyire volt ez eseményekkel teli, vagy az előző kötetben azért sokkal nagyobb horderejű dolgokat tudtál megírni? Hogy látod? Az első kötetben sokkal nagyobb horderejű dolgokat lehetett megírni, tehát ez valóban így van. Most viszont inkább az a helyzet, hogy összesűrűsödtek a dolgok, tehát a rendszerváltásig nem lehetett Magyarországra úgynevezett imperialista amerikai képregényeket hozni, tehát inkább csak a saját dolgaink voltak. A rendszerváltás után viszont elárasztotta a magyar piacot a képregény, és elindultak a képregényfesztiválok, rendezvények, de le is csökkent a példányszám. Tehát döbbenetes, hogyha alapvetően végig gondoljuk azt, hogy a 70-es, 80-as években mondjuk egy ilyen füles újság az olyan 7-800 ezer példányban jelent meg hetente, amiben voltak képregények, tehát hogyha valaki nem is akart képregényt olvasni, csak rejtvényt akart fejteni, az is találkozott a képregényel, tehát hetente úgy számoltuk, hogy egy ilyen 1-2 millió képregény fogyasztó volt. De viszont az egy ilyen szabályozott zárt sajtópiac volt, nem volt konkurenciája a rejtvénylapoknak. Jelenleg több száz rejtvénylap van, és mindössze 30-40 ezer példányra ment le a példányszám, és a legkeresettebb képregényeknek sem több 3-4 ezernél a példányszámuk. Tehát gyakorlatilag látszólag nagyon sok képregény van a piacon, látszólag nagyon sok a fogyasztója, de mivel nagyon sok minden van a piacon, és az emberek pénztárcája véges, ennek következtében le is csökkent ez a példányszám, tehát egy ilyen szűk réteg. Kicsit úgy szoktam ezt mondani, mint ilyen Grund Comics, tehát ez a ilyen játszótér. Tehát a képregényesek úgy el vannak úgy magukba, és gyakran tapasztalom azt, hogy elmegy a világ mellettük, nem? Igen, igen. Tehát, hogy sokan úgy érzik, hogy nem részes valahogy, mintha nem is lenne képregény, mert egy ilyen szűk szubkultúra tulajdonképpen, ahol ez fogyasztókra talál. És tovább lehet ezt emelni, mondjuk az internet világába, hogy életben maradjon? Todd McFarlane, a Spawn című képregénynek a rajzolója mondta ezt egyszer, hogy a képregény örök, mert hogy alapvetően az emberiség mindig képekben besélte el a történeteit, csak a hordozó, az adathordozó változott. Tehát hol kőbe vésték, hol falra festették. Barlangok falára. Igen, tehát mindig valahogy képes elbeszélés az megvolt. A 20. század kitalálta ezt a képregényt, ezt szóbórékos képes elbeszélési formát. A 21. században pedig úgy tűnik, hogy ez az egész a webes felületre megy. Tehát egyre kevesebb az igény arra, hogy nyomtatott formában vegyék kézbe az emberek a képregényeket. Egyre nagyobb a hajlandóság arra, hogy letöltik ezeket az anyagokat mobiltelefonokon, iPad-eken, mindenféle tableteken, vannak külön képregény nézegető programok. Tehát, és ennek megfelelően át is alakul a képregénynek az elbeszélési rendszere. Tehát már nem, tehát nem e-book olvasók lesznek, hanem e-képregény olvasók akár van. Tulajdonképpen. És tulajdonképpen kapcsolódik az animációhoz. Tehát nagyon szűk az a határ, amikor már tulajdonképpen nem is képre, megmozdulnak a rajzok, és átmegy animációba ez az egész. Izgalmas, érdekes játék. Hát nagyon szépen köszönöm. Még azért utoljára, itt ezt mutasd már meg, mert ez egy nagyon különleges dolog itt a könyved mellett. Azt igen, gondolom, hogy mindannyiunk gyerekkorában ez megvolt ez az élmény, sőt még unalmas órákon ugye a füzet kis margójára is rajzoltunk mindenféle dolgokat, amik aztán életre keltek, tehát ez egy ez ilyen kis játékkönyv. Ez egy ilyen kis pörgető, amiben szétesik a fejéből a különböző alkatrész, és aztán visszazár.
nem tudom, mennyire lehet ezt így látni, vagy filmet. Tulajdonképpen ez a pörgető tényleg az a alapja, tehát ennek az egész dolognak, amit említettél is, hogy az emberek tényleg szeretnek játszani, tehát az origamis dologban is volt, és ez egy jó szórakozás volt a mi gyerekkorunkban is, hogy a könyveknek a szélére elkezdtünk mindenféle fázisrajzokat készíteni, és akkor azt megpörgette az ember, és akkor azzal lehetett játszani. Ez az alapja az egész animációs filmnek. Ez egy jó szórakozás, egy jó játék. Köszönjük szépen, reméljük, hogy a Pókember generáció olvasása közben még több információhoz jutnak majd a kedves nézők is. Köszönöm szépen.